A 13. fordulót követően sem történt jelentős változás a megyei első osztály tabelláján. Két csapat viszont picit meglépett a többiektől. A Tuzsén Nagykálóban nyert 5-0-ra, a Nyírmada nagyszekeresről távozott 3-2-es győzelemmel, a Tiszalök pedig Balkányból vitt el a 3.6-1-es sikerével. A Baktolórántháza 5-2-re verte a kemecsét, a Tiszavasvári a Nyígyulajnál bizonyult jobbnak 3-1-re, a Mándok pedig a Tiszakanyát múlt a felül 2-re. 1 -re. A 16 év szünet után megrendezett Ibraj nagyhalás szomszédvári rangadó 1-1-es egy döntetlennél zárult, csak úgy, mint a Szakojdomrádi összecsapás. A tabella élén a 29 pontos Tuzsér jobb gólkülönbségével megelőzve a nyírmadát. 25 pontja van a Tiszavasvárénak, az Ibrajnak és a Kemecsének. A hatodik nagyhalász 24, a hetedik mándok 23, a nyolcadik baktolórántháza pedig 22 pontot gyűjtött. A 17 ponttal a kilencedik nyílgyulajt, a 16 pontos tiszalök, a 13 pontos tiszakanyár és a 12 pontos balkány követi. A nagyszekeresnek és a domrádnak egyaránt 10 pontja van, a sereghajtó nagykáló pedig még nem szerzett pontot. A 14. forduló párosítása a következő, Ciszavasvári Balkány, Nyírgyulaj Mándok, Nyírmada Ibrány, Tuzsér-Tiszalök, Kemecse-Dombrád, Nagyhalász-Baktoló-Rántháza, szakoly Nagy és Tiszakanyár-Nagyszekeres.